A Bandido egy 1-től 4 főig játszható kooperatív társasjáték, amelyben célunk, hogy megakadályozzuk Bandidót a szökésben. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, egy Bandido lapkát és 69 kártyát. A játék előkészítéseképpen helyezzük Bandidót a játéktér közepére, két oldalas, az egyik oldalon 6 kijárat van, a másik oldalon pedig csak 5. Válaszunk tetszőleges oldalt, ez a könnyebbik. A többi kártyát képen lefele keverjük meg, alkossunk belőlük egy képen lefele fordított húzópaklit, és minden játékos húzza magának 3 kártyát. A legfiatalabb játékos lesz a kezdőjátékos, és a soron lévő játékos kiválaszt egyet a lapjai közül, és lehelyezi azt úgy, hogy pontosan illeszkedjen egy vagy több útvonalhoz. Például így. Miután pedig a soron lévő játékos lehelyezett egy lapot, húz egy kártyát a húzópakli tetejéről, hogy újra 3 legyen nála. A tőle balra ülő játékoson a sor. A kártyák tetszőlegesen elforgathatók, arra viszont ügyelni kell, hogy minden útvonal pontosan illeszkedjen, tehát ez a kártya például ide nem helyezhető le, mert ez az útvonal falba ütközik. De így jó lehet. Ha egy játékos valami miatt egy kártyát sem tudja szabályosan lehelyezni, akkor mind a 3 kártyát a húzópakli aljára helyezi, és húz 3 új lapot, majd a körének vége a tőle balra ülő játékoson a sor. A játék pedig addig tart, amíg vagy minden útvonalat sikerül lezárni, ekkor a játékosok győztek, amelyben viszont legalább egy útvonal nyitott marad, miközben a játékosok az összes kártyát lehelyezték már, akkor Bandido megszökött és a játékosok veszítettek. Arra is érdemes figyelni, hogy bár ez a lehelyezés szabályos, ilyen lyukakat nem érdemes hagyni, hiszen ez biztos bukást eredményez, ide nem helyezhető újabb kártya, így ez a két útvonal biztosan nyitott marad a játék végéig. És így néz ki egy sikeresen megakadályozott szökési kísérlet. A Bandido egy nagyon egyszerű szabályrendszerű, igazán szórakoztató társasjáték. Bár az egész elfér egy zsebben, a helyigénye igen nagy tud lenni, nagyon jól néz ki, hogy az alagútak egyre hosszabbak lesznek, és közben a siker valószínűsége is egyre csak csökken. Egy biztos, akár megszökik Bandido, akár nem, a jó hangulat garantált.